Jó napot! Scott Thompson vagyok. Üdvözlöm Önöket a Postmortemben. Szeretek a Hannibalban játszani, de ismerjük el, nem az általam megformált Jimmy Price a legfontosabb szereplő a sorozatban. De sikerült orvosolnom ezt a bajt, elfoglaltam Hannibal irodáját, hogy több műsoridőm legyen. Illetve, hogy a sorozatról beszélgessünk, mert nyilvánvalóan ezért vagyunk itt. A mai Postmortemben a helyszínelő csapat másik két tagjával, Aaron Abrams-el és Hattie M. Parkkal beszélgetünk. Gyertek be! Itt van tehát Hattie M. Park és Aaron Abrams, a viselkedés tudományi egységből, akik nem értik, mi van a poharukon. Mi az? Mi ez? Ezek randi drogvédők. Értem, ez olyan... Sok embert bedrogoztak ezzel a sorozatban, azt pletykálják, hogy Lecter szokta beletenni. Ezt pletykálják. Ki terjeszti ezt? Én kezdtem az előbb. Ja, értem. Szóval még mindig nem terjedt. Akkor most adjam tovább, ez a dolgom. Ezek a fiúk is továbbadhatják. Azt hiszem, már továbbadták. Hannibalról kellene beszélnünk. Beszélni fogunk Hannibalról. Amikor ezen dolgozunk a laborban, Istenem, de hamisak vagyunk. Hát persze. Ezzel nem értek egyet. Én úgy csinálom, ahogy megvan írva. Fogalmam sincs, hogy mit csinálunk. Ez nem igaz. Emlékszem, hogy oktattak, hogyan fogjuk a fegyvert. Hogy csináltad előtte? Mutasd. Nagyon úgy, mint Kristi Láv a tévésorozatban. Szívi. Nagy lendülettel. Ezt is, meg egy sor hasonló dolgot. Emlékszem, az oktató azt mondta, Scott, amikor ráfogod a fegyvert az elkövetőre, ne forgasd a szemed, mintha mást akarnék tőle. Ez az igazi fegyver. Ettől fagynak le, nem a pisztolytól. Ettől. Mi volt a kedvenc tárgyad a sorozatban? A fegyverek. A fegyverek? Igen. És neked? Én szeretek a hullákkal bíbelődni. Tényleg? Igen. Szeretsz a hullaházban lenni? Volna rá máskor lehetőségem. Megérinteni a statisztákat, mikor lenne máskor esélye? Igen, és nekik mozdulatlanul kell feküdniük. Bármit megtehetek. Arról beszéljünk, hogy mi történik a sorozatban. Okay. Arról beszéljünk, hogy te meghalsz. Igen, meghalok. Milyen érzés volt megtudni, hogy meghalsz? Azt tudtam előre. Igen, az első évadtól. Az első naptól, amikor találkoztam Briannel, azóta tudom, hogy ez fog történni. Igen. Így örültem, hogy visszatérhetek a második évadban, mert az elsőben kellett volna megölni. Az elsőben kellett volna megülniük, de a nézők annyira szerettek, és olyan jó voltál. A fenét. De ez igaz, azt mondták, hogy nem lehet Beverly Ketszet már is megölni. Hagyjuk, hogy a nézők jobban megismerjék, így a halála még felzaklatóbb lesz. Alig várom, hogyan reagáltok a halálomra, mert a próbákat már láttam. Mondhatok valamit? Mondhatok valamit, de most őszintén. Igen? Mivel már az életben is közel állunk hozzád, és a szerepünk szerint is. Nekem most is nagyon, nagyon nehéz érzelmek nélkül elmondani, milyen volt, amikor meghaltál. Mindjárt sírsz. Nem, de ha már ebben a szobában vagyunk, várom, nem alkalmazhatnál egy kis terápiát? Azonnal kérem a terápiámat. Nem fog sírni. Hogy rendezzük az érzéseimet. Hetti halála kapcsán. Jó, hogy érzel Hetti halála kapcsán? Több szöveget kérek! Több szöveget? Nagy áttörés volt. Nagyon jó vagy. Egyébként te következel. Tudom, mindig visszabeszélek. Hogy éljük? Mit csináljunk, hogy ne öljenek meg minket? Ezek az interjúk biztosan segítenek, hogy túléld a sorozatot. Engem azért fognak megölni, mert folyton támadom a vendégsztárokat. Erre a hétre ennyi volt a Postmortem. Köszönöm a vendégeimnek, Hattie M. Parknak és Aaron Abramsnek. Viszontlátásra!